Van egy Lynn White nevű középkor történész, aki pedig a kereszténységből vezeti le azt, hogy ilyenek vagyunk, mert hogy, és ezt is sok antropológus dolgozott ezen, hogy ugye hogy viszonylag különböző kultúrák vagy törzsek a természethez, a rajtunk kívülálló élő és élettelen világhoz. És hogy saját magukat ennek részeként érzik, és vannak ilyen kultúrák, vagy saját magukat egyáltalán elkülönülő valaminek érzik, és ilyen a kereszténység. És tulajdonképpen a természetre úgy tekintenek, és akkor erről lehet erre sorokat idézni a genezisből, hogy itt van a világ, itt vannak az állatok, uralkodjatok rajta, használjátok föl. Tehát hogy az egész természet tulajdonképpen a mi jólétünket és igényeinket kiszolgálni van, és nem vagyunk annak része. De hogy nagyon sok ilyen törzsi kultúra van, ahol pedig saját magukat részeként képzelik el a természetnek és az élő világnak, és különböző kölcsönhatásokban vannak, van ilyen, hogy totemizmus, meg animizmus, ahol az élő és az élettelen világot különböző emberi tulajdonságokkal ruházzák föl, amit te mondtál a folyókról, hogy melyik országban? India. Indiában emberi jogokat kapnak a folyók, ez egy jó példa erre.